Az első 6 fordulóban 1 győzelem és 1 döntetlen mellett 4 vereséget szenvedett az NB1-ben az újonc Nyíregyháza. A válogatott szünet után a Vasas ellen a Magyar Kupában 11-esekkel jutott tovább a Spari. Tímár Krisztián vezetőedző szerint most már teljes a játékos keret, és reményei szerint a folytatásban jönnek majd az eredmények is. Az elején ugye kialakulóban volt a keret, itt az átigazolási időszak vége felé gyorsultak fel az események, és ugye lett jó pár változás a keretben. Mostanra mondható az, hogy végleges a keret. Nyilván nehézséget okozott az, hogy ugye többnyire idegenben játszottunk, és ugye, hogy a keret is változóban volt. Most van egy olyan időszak, amikor tudtunk egy kicsit együtt edzeni, és ugye a Vasas mérkőzés is nagyon jó szolgálta ezt az időszakot. Több játékos is ugye bemutatkozott. Most a Kejtának ugye most már van 2 mérkőzése, a Nika is bemutatkozott most már ugye a Vasas ellen, de nyilván vannak még lemaradásaik, mert ugye később kezdték el az edzéseket. De összességében nagyon jó a hangulat, örülünk, hogy sikerült tovább jutni a Vasas ellen, és szeretnénk most már elkezdeni pontokat gyűjteni a bajnokságban is. A nyíregyháziak rutinos védője, Baki Ákos elmondta, hogy miben van a legnagyobb különbség az NB2 és az élvonal között. Gondolkodásban mindenképpen gyorsabbnak kell lenni. Itt azért technikásabb a foci, mint az NB2-ben, ott azért kicsit fizikálisabb a játék, de úgy gondolom, hogy fordulóról fordulóra egyre jobban veszük fel a harcot mindenkivel, egyre jobban áll össze a játékunk. A hétvégén a Debrecent látja vendégül a Spari. A két csapat legutóbb még az NB2-ben 4 évvel ezelőtt találkozott egymással Nyíregyházán, akkor 1-1-re végződött a mérkőzés. Ez egy érzelemdús találkozó lesz, rég volt erre a keleti rangadóra már példa, hogy a bajnokságban tudjanak találkozni az ősi riválisok. Bízom benne, hogy kellően felvértezve egy nagyon jó színvonalú mérkőzés lesz, és nagyon szeretném, hogyha itthon tudnánk tartani a 3 pontot. Bízom benne, hogy ugyanezt a mentalitást fogjuk tudni kivinni, mint ami eddig jellemzett minket, és ezt olyan minőségi tartalommal fogjuk tudni megtölteni, hogy a 3 pontot eredményezzen. Tudjuk, hogy ugye a szurkolók nagyon várják ezt a mérkőzést, és bízom, hogy az ő támogatásukkal tényleg ezt itt meg is tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. A Nyíregyháza Spartakusz Debrecen mérkőzés szombaton 19 óra 30-kor kezdődik az új Városi Stadionban. A 7. forduló további párosítása a következő: MTK Budapest, Ferencváros, Zalaegerszeg, Kecskemét, Újpest, DVTK, Puskás Akadémia, Fehérvár FC és Eto FC Győr, Paks.